szeretettel, hallgatóknak, nézőknek egyaránt. Figyeljünk most Isten igére, a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 21. részéből olvasom a mai napra rendelt ige szakaszunkat. Amikor Jézus feltekintett, látta, hogyan dobják a gazdagok áldozati ajándékaikat a perselybe. Észrevett ott egy szegény özvegyasszonyt is, aki 2 fillért dobott abba. Így szólt. Bizony mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Azok ugyanis, mint a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amilyen volt, az egész vagyonát. Ámen. Válaszoljunk Isten igére, imádkozzunk. Imádunk téged, Istenünk, aki a legdrágábbat adtad értünk, egy szülött fiadat, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Köszönjük egy szülött fiú megváltásunkat. Bocsáss meg nekünk, Istenünk, hogy bár te mindent odaadtál, mi nagyon sokszor csak a feleslegünkből adunk neked, szeretetünkből, javainkból. Bocsáss meg, hogy téged sem szeretünk teljes szívvel, elmével, lélekkel és erővel. Embertársainkat sem tudjuk úgy szeretni még, mint magunkat, hajlamosak vagyunk az önzésre és minden rosszra. Teremts bennünk tiszta szívet, Istenünk! És add, hogy mi is olyan odaadó szeretettel tudjunk imádni áldozatosan, mint ahogy az az özvegyasszony is tette a templomban. Köszönjük, hogy közben járhatunk imádságainkkal a mennyei trónus előtt. Így kérünk most, gyógyítsd a betegeket, állítsd meg a csapást, könyörülj az emberiségen, adj megtérést, segítsd és áld a segítőket, vigasztald a gyászolókat. Amen. Folytassuk az imádságot az Úr Jézustól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A mai napra rendelt énekünk a 138. Zsoltár szépen válaszol az iménti ige szakaszra. Dicsért téged teljes szívem. Hallgassuk meg az éneket imádságos szívvel. Aki tudja, velünk tarthat. Thank you.
áldással haladjunk tovább. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon békességet neked. Jézus Krisztusban, a Szentlélek által. Amen.